A Zöld Székelyföld Egyesület számtalan programja tudatos vásárlást igyekszik népszerűsíteni. Arra biztatja az embereket, hogy mielőtt levesznek egy terméket a polcról, legyen egy saját döntésük, egy érvük, hogy miért azt választják. A hangyasuli keretében ugye igyekszünk a gyerekeknek minél több érdekes információt, érdekes dolgot bemutatni. A tudatos vásárlás is egy fontos eleme a tananyagjainknak, és ennek keretében gondoltunk, látogassunk meg egy tejgyárat, nézzük meg, hogyan készülnek a különböző tejtermékek, hogy a gyerekeknek legyen egy elképzelésük, hogy a tehén és az asztaluk között milyen folyamatok játszódnak le. A hangyasuli program keretében ezúttal a Csíkszeredai József Attila iskola diákjai ismerhették meg egy tanulmányúton a tejtermékek gyártásának mikéntjét a székelyudvarhelyi Lactis tejgyárban. Bodrogi Attila termelésvezető kalauzolta végig a gyerekcsoportokat az üzemben, ahol lépésről lépésre ismerhették meg a folyamatot, amelynek eredményeként a beérkezett alaptermékből különböző termékek készülnek. A szerencsénk ott udvarhelyén sikerült a Lactisszal egy jó partnerséget kialakítani, és a József Attila általános iskolának egy diákjainak egy részét el tudtuk oda vinni. Bemutatták, hogy hogyan érkezik be a tej, milyen kezeléseken megy keresztül, tehát ugye pasztőrözik, homogenizálják, utána ugye különböző terméktípusok készülnek belőle, hogyan raktározódik, tehát minden hasznos információval találkozhattak, ami egy átlag embernek fontos lehet. A gyerekek láthatóan élvezték a tejtermékek gyártási folyamatát. A gyerekek láthatólag élvezték az egész programot, mert ritkán adódik meg végül is a lehetőség, hogy egy ilyen folyamatot meg tudjanak nézni. A maga a cég részéről is elég türelmesek voltak, tehát négy csoportot külön végigvezettek, és minden egyes lépést megmutattak. Bízok benne, hogy az üzenet azért csak elérkezik a gyerekekhez, tehát hogy igyekezzünk minél inkább helyi termékeket vásárolni. Hallgita megyébe is sok cég van, amelyik tehát ugye helyi terméket állít elé, tehát helyben összegyűjtött tejből készít termékeket, és egyértelmű ezeket részesítjük előnybe, és ne a más megyéből érkező termékeket. Az itt tapasztaltak alapján hamarosan tovább bővül a hangyasuli tananyaga is. Elérhetővé válnak leírások, feladatok, játékok, amelyek segítségükre lehetnek a pedagógusoknak, hogy népszerűsítsék a tudatos vásárlást. Az itt megismert információk segítségével ugyanakkor a pedagógusok be tudják mutatni a tejtermékek gyártásának lépéseit a gyerekeknek. Jelenleg tehát egy kis sorozatot szeretnénk elindítani, tehát egyrészt ezt az itteni látogatást kis film formájába összefoglalni, és ugyanakkor a következő csoporttal megpróbálunk egy más gyárat, egy más céget meglátogatni, hogy minél több típusú termék előállítását tudják megismerni a gyerekek. A hangyasuli az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén belül. A projekt összköltségvetése 71.379 euró, amelyből 64.226 euró a visszanemtérítendő támogatás.